Továbbra is veretlen a megfiatalított Makó FC a Megye 1-ben. A hétvégi fordulóban a méhes legénység itthon fogadta az FK 1899 Szeged csapatát. Fél időben még 1-1 volt az állás, az első találatot a hazaiak szerezték Vas András révén. A válasz hamar érkezett, a 40. percben Gyurkovics egyenlített. Próbáltam ugye váratlan helyzetből kapura lőni, és nem volt más lehetőségem, mondom, ellövöm is. Hál' Isten, jól sikerült. Mert szerintem nagyon jól küzdöttünk, oda tettük magunkat, oda tettük a szívünket, minden. A fordulás után nem sokáig kellett várni az újabb találatra. A 49. minutumban Juhász volt eredményes, majd a 90. percben Solymosi is betalált, beállítva így a végeredményt. Makó FC FK 1899 Szeged 3-1. A győzelem értékét növeli, hogy a csapat mindhárom gólját fiatal játékosok szerezték. Ilyen heti előzmények után, mint ami a héten történt velünk, a 24-es keretből 10 ember jelentett beteget vagy sérültet, azt mondom, hogy nagyon értékes a győzelem. A fiatalok pedig hát ugye kapják a játék lehetőséget, és úgy néz ki, hogy jelnek is vele. Győzelmével a Makó második helyre ugrott a tabellán. Az élen álló agy ugyancsak 16 ponttal, ám jobb gólarányjal vezet. A következő fordulóban Mórahalmon lép pályára a Marosparti Gárda szombaton 16 órától.